nem csinálunk unboxingot. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, én Dave vagyok, és ez itt a Fanfit Geeks. A mai videóban pedig... a Nemesis-t fogjuk kicsomagolni. CSR számmal érkeztem. Mondom, CSR számmal érkeztem. Úgyhogy itt most nem lesz baszakodás. Minden alkalommal nagyon félek attól, hogy effektív belevágok a játékba. Vagy a kezembe. A játéktól egy kicsit jobban félek. Fűha! Hello, baba! Hello, baba! Az anyád, ez csak a kieg. Ez a játék! És... valami random. Ez a Nemesis. Egy kis backstory. Ezt a játékot én 2 évvel ezelőtt támogattam Kickstarteren, és idióta módon azt jelöltem be, hogy együtt küldjék a kiegészítőkkel együtt, amiről azt feltételezem, hogy, ez az. Ez. És emiatt az egyébként idén, tavaly év közepére tervezett dátum, az ugye elcsúszott, úgyhogy én ezt nem is tudom, hogy mikor kaptam meg. Mikor jött meg, Kaci? 4-5 hónapja biztos. És azóta azt gondoltam, hogy majd felveszünk egy jó kicsomagoló videót belőle, és aztán ráraktam egy monitort és egy virágot, és ez azóta itt állt. Most viszont egy nagyon jó apropója van annak, hogy kicsomagoljuk ezt a játékot, ugyanis új partnerünk lett a Fanfit Geeksen, a társasjátékok.com személyében. Személyében? Mondunk ilyet? Mondhatunk. Mondunk ilyet. És arra gondoltunk, hogy ezt az együttműködést valami nagy bang-el fogjuk elkezdeni, és a nagy bang az az lesz, hogy a kicsomagolás, illetve a gameplay mellé szervezünk nektek egy nyereményjátékot. Ennek a részleteit meg tudjátok nézni egyébként a leírásban, nem kell az ég egyadt a világon semmit tennetek, nem kell megosztani ezt a videót. Egészen egyszerűen a társasjátékok.com-on kell regisztrálnotok, ott azt mondjátok, hogy igen, nekem egy Nemesis esetleg kéne, és onnantól kezdve bekerültök a sorsolásba, és a sorsolásban pedig megnyerhetitek ezt, és ráadásul a magyar verzióját, mert ugye ez nyilvánvalóan az angol. Úgyhogy ha szeretnétek nyerni, szeretnétek Nemesis-t, akkor irány a társasjátékok.com, regisztráljatok, nevezzetek be a nyereményjátékba, és kapjatok egy mennyi? 40 ezer? Valami 40k környékén van ez a társas, úgyhogy én ahondó vagyok, hogy, megéri. Na, de nézzük, hogy mi ez a játék valójában. A Nemesis tipikusan az a játék, amikor két lengyel összedugta a fejét, és azt mondta, hogy de szeretjük mi az Alient, de nagyon gyűlöljük a Foxot. Úgyhogy valószínűleg ezzel egyébként megkörnyékezték a Foxot, és akartak ebből egy effektív Alien játékot csinálni, mert nyilvánvalóan Geiger Alienjeivel egy kicsivel több emberhez eljutott volna, mondjuk mindenkihez, de ettől függetlenül, tehát itt tényleg csak az hiányzik, hogy nincsen rajta az Alien logó. Egyébként ez egy Alien játék. De mit tud valójában a Nemesis? A Nemesis alapvetően egy szemi-kooperatív játék, ami a mi szívünk között relatíve közel áll, ugyanis tudjátok, hogy a Dead of Winter az mekkorát ment a csatornán, és mekkorát ment a mi társaságunkban is. A szemi-kóp részét az adja, hogy mindannyian egy űrhajón rekedtünk, minden játékos ott van, és sajnos nem vagyunk egyedül. Ugyanis alienek vannak ezen a hajón, akik valószínűleg be akarnak minket hamizni. És innentől kezdve mindenki egyöntetűen harcol az alienek ellen. Ugyanakkor viszont minden egyes játékosnak van 2 darab saját
privát, titkos küldetése. És ezek a küldetések sajnos nem ritkán azzal járnak, hogy öld meg egy másik játékost, vagy szabotáld az egész küldetést. Tehát, hogy ezek a még a békésebb küldetések is azt feltételezik, hogy te valakinek a küldetését el kell, hogy csezd. Úgyhogy ez a semi-coop része. Én amondó vagyok, hogy ez elég jól illik hozzánk. Na, ez egy Awakened Realms játék, úgyhogy egy dologban lehetünk teljesen biztosak, hogy a production quality az top kategóriás. Úgyhogy most meg is nézzük. Innentől nem szabad szétvágni a dobozt, András. Jaj. De nem ott vágom, hanem ott vágom, ahol van a lyukja. De hogy miért vágtam végig, azt nem tudom. Úgyhogy ezzel fogunk kezdeni, a nagy dobozzal, és aztán nyilván... Ez mi a... Nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy erre majd mindjárt visszatérünk. Miért vagyok ilyen agresszív csomagoló? Nem tudom. Ezért nem csinálunk unboxingot! Hidegvér. Szabály? Még több szabály. Minek? Minek? Normális. Normális kar... Normális kartonra van nyomtatva. Jézus úristen! Hát ez mi komponent mennyiség? Jó, mindjárt végignézzük ezeket, de először én furcsa gyerek vagyok, úgyhogy nekem először a bordot kell látnom. És... Kettő oldala van? Ez egy takaró gyermek. Kettő oldala van? Mi a másik? Te az egyik oldalon játszol, én a másikon. De azt hogy, András, azt hogy? Igazából szerintem ez két hajó. Tehát, hogy nem két külön játék feltételezen, hanem két hajó. Ugyanis ezek a szobák a hajóban, ugye? Ezek a szobák, ezek a folyosók, amiken közlekedsz, itt kezd mindenki, ez lesz a pilótafülke, vagy irányítóközpont, itt van az engine room, és ugye az a különlegessége a játéknak, és az, amit szeretek benne, és a Dead of Winterben egy kicsit zavart, hogy itt randomizálva van minden, tehát hogy randomizálva fogod kirakni a szobákat, tehát hogy nem lesz mindegyik mindig ugyanott, illetve még a szobákra is kerülnek mindenféle tokenek. Ez nem lesz gyerekbarát. Nem. Kicsit örülök is, hogy nem ott ülök mellett. Ki akarsz nyomni egyet? Gyere na. Gyere na. Nyomjál ki egy. Nem adtál hozzá a hangot. Ezt nem kell. Nick. You're no fun whatsoever. Ezek a szobák, van kantina, az irányítórendszer, vagy irányítószoba, emergency room. Aha, ezek a karakterkártyáink, mert hogy minden karakternek külön képességei vannak, és ebből kifolyólag egy tök külön deckje. És azokból fog tudni mindenféle akciókat végrehajtani. Tehát, hogy az sem mindegy, hogy kivel vagy, és az sem mindegy, hogy nyilván az, hogy kivel vagy, az meghatározza majd azt, hogy mit kell csinálnod. Lehetek az alien? Itt nem lehetsz az alien, András, viszont lehetsz hatalmas. Az megfelel? Úgyhogy a karakterek azok majd sokat szerintem, nekem megvan a kedvencem egyébként, én mechanik akarok majd lenni, egyértelműen. Én annyira szeretem, amikor egy játék dizájnja, az nem áll meg a karakter dizájnnál, hanem a tokenek is beleilleszkednek, úgy, és úgy érthető, hogy mi van rajtuk,
hogy közben a dizájnja is rendben van. Tudom, hogy egy undorítóan sekélyes szardarab vagyok ettől, hogy nekem nagyon fontos, hogy hogy néz ki egy játék, de ez a helyzet, baszki, nem tudok ezzel mit csinálni. Ilyen fasz. Ez mi ez, András? Ez mi ez? Ez össze lehet rakni? Nem tudom, hogy néz ki az eleje? Nem ez is. És hogy néz ki a belseje? Sehogy. Rá van írva. Ezt kérlek, egy... Take cool pictures of your game box. Tehát, hogy ez ilyen kiállítás. Aha. Végre lesz valamit valahogy kirakni a díszletbe, nem ilyen. Na, de tudom, hogy leszarjátok a tokeneket. Mert kitérnek. Hopp. Felnőtt ember vagyok. Mert hogy a Nemesis ugye egy minis játék, és feltételezem, hogy azért ez érdekel titeket úgy Isten igazából, hogy hogy néznek ki a minik. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit a kockákról. Több kocka is. Most nem fogunk, ugye ez nem egy szabálymagyarázó videó, úgyhogy nem fogok végigmenni a kártyákon, de vannak. Vannak, van kártya, van dobókocka, és nekem ez a kedvenc kombó, amikor van egy kicsi chance. Egy kicsi chance kell, az megbolondítja. Az megbolondítja. Viszont egy kártyát mindenképpen meg szeretnék mutatni. Ugye ez nem lehetne egy ilyen alienes játék, hogyha nem lehetne valamilyen formában megfertőződni. Vagy nem tudnának az alienek valamilyen formában megfertőzni, hogy aztán a mellkasodból kiugorva terrorizálják a többieket. Úgyhogy, és ez a kedvenc dolgom. A kedvenc dolgom, ami egyébként megvett egy életre. Az, hogy meg vagy-e fertőződve, az úgy tudod csekkelni, hogy van egy ilyen kis kártyád. És ebbe bele tudod dugni azt a kártyát, amit kaptál. Így. És kiad egy szöveget, amivel, hogyha rá van írva, hogy infektív, akkor meg vagy fertőződve. Nice. Szóval ez az, ami az ilyen kis apróságok, amik nyilván csak izé fluff, de hogy én mennyire imádom az ilyeneket, ezt el nem tudom mondani. Nézzük meg, hogy mit tud a kiegészítő. A súlyából ítélve ebben van kártya, az egészen biztos, illetve én valami miatt úgy emlékszem, hogy ebben bizony mi is van. Biztos, hogy van. Tuti. Minis játék. Stretch Hole Box. Aftermath and Void Seeders. Akkor ez egy új alien faj lesz. Mhm.
szabály. Végtelen új szoba, végtelen azt a kurva. Végtelen új szoba, végtelen új token, új karakterek, 1, 2, 3, 4, 5 új karakter, és egy új tábla. Noise. Hogyan fogjuk ezt megcsinálni, András? Ó! És a legnagyobb ellenségem bármilyen játékban. Nem szeretem a timing dolgokat. Na! Ugye értelemszerűen kapunk rengeteg új creature-t. Keresd meg a kis kutyát! Ez egy cica, András. Ne azt keresd meg. A kis kutyát keresd meg. Nincs kis kutya. Az nem egy cica, hanem egy ketonaut. Miért van ebben egy ketonaut? Nem tudom, de kell, hogy legyen benne egy kis kutya is. Mindjárt megnézem. A bácsit, akit egy robot segít előre menni. Jó, de cuki. Az miért történik? Szóval itt van az összes karakter, az összes új karakter, akit kapunk. És megtaláltam a kutyát. Ugye? Mondtam én, hogy ott van a kutya. Meg elbújt a diszpoiler alatt. Egy kis kutya, ha baja lesz, vége a játéknak. Ezt megmondom. Ugye nyilván kapunk új action deckeket is, illetve a lucrative offer, gondolom tartalmazza az alieneknek a mozgását és tevékenységét. Új terület, 5 új karakter, új szobák, új tokenek és egy új játékmechanizmus? Hát nagyon úgy tűnik. Mindenféle dolog van benne. Az biztos, hogy a szabályban most láttam egy ilyen sort, hogy at this point we spread out. Úgyhogy az lesz az a rész, ahol onnantól nem dolgozunk együtt. Nagyon. És elérkeztünk ehhez a mystery dobozhoz, amiben elképzelésem sincsen, hogy mi van. De azon kívül, hogy egy Tainted Grail reklám. Ami azért nagyon jó, mert a Tainted Grail az 3 hónapja jelent meg, úgyhogy ez alapján így nagyjából be tudjátok lőni azt, hogy mi ott a pihen az itt, úristen! És a Ketona ott van az elején? A Ketona ott van az elején. Ho-ho! For reasons. Úri Jézus. Ez egy Tainted Grail artbook.
meg egy Nemesis Untold Stories, egy kis jutalom üzenettel, illetve egy Ether Fields nevű Name of Mary. Ez egy kooperatív, sztori központú társasjáték, külön. Ebbe bele fogunk majd nézni. Ezen kívül pedig tokenek. Tokenek, de mihez? Lehetséges, hogy ehhez a játékhoz? Ezek képregények, fiú! Ezek képregények, amiben nem olvassatok bele, mert valószínűleg elszpoilol egy csomó mindent. Hiszen Untold! Most ezt azért adták ide, hogy meg akarjam venni a Tainted Grail-t, mert akkor nem. Sikerült, bazd meg, mert elképesztő jól néznek ki benne az ártok. Nem, semmi, szeretlek! Ez a Nemesis, ami tudom, hogy nagyon sok egyszerre befogadni ennyi információt, minit és szveget. De most először használtam a szveg szót. Nagyon szép. Jól használtam? Jól. Akkor jó. Nagyon sok információ ez, de fogunk belőle videós tartalmat csinálni, olyannyira, hogyha ezt a videót akkor nézitek, amikor kijött, akkor érdemes átlátogatni a Twitch csatornánkra, ugyanis csütörtökön délután bele fogunk nézni a Nemesisbe. Ez lesz az első partink, szeretnénk veletek együtt megtanulni ezt a játékot. Nyilván mi azért utána nézünk a szabályoknak olyan fanvidgixesen, de szeretnénk, hogyha az első alkalommal ti is ott lennétek, és velünk izgulnátok végig az eseményeket. És ne felejtsétek el, hogy ezzel a videóval együtt elindult egy nyereményjáték, amit a társasjátékok.com-mal közösen szervezünk, és ennek a játéknak a keretein belül nyerhettek egy Nemesis alapjátékot, nem, a kiegészítőt nem, tehát, hogy bogyóékat nem, viszont egy magyar alapjátékot nyerhettek, és ez igazából nincs más dolgotok, mint a leírásban lévő linken keresztül átmenni a társasjátékok.com-ra, regisztrálni a játékba, és várni a csodát, gyerekek! Ha tetszett ez a videó, akkor hagyjatok egy lájkot, ha nem akar egy diszlájkot, de meséljétek el, hogy mi volt a problémátok, mert abból tanul a gyerek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, de addig is játszatok sokat, legyetek jók, csináljátok, amit akartok. Cause it's my